veronai buszbaleset tragédiájával és az a körül kialakult biztosítási ügylettel folytatjuk tovább műsorunkat. Ébert Olga biztosítási ügyvéd a vendégünk. Kezdjük csókolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem érintett ebben az ügyben, ugye? Nem. Tehát konkrétan a... Nem. Igen. Ez fontos azért, mert hogy a beszélgetésünket nyilván ez majd meghatározza. Kezdjük egy kérdéssel, amit állítólag a biztosító társaság, azt hiszem a Groupamáról van szó, ahogy hogy több hírben is lehetett olvasni, feltettek egy kérdést az egyik áldozat hozzátartozójának, nevezetesen azt, mire költené, ha egy nagyobb összegű kártérítést ítélnének meg önnek. Többek között e kérdést tette fel a veronai buszbalesetben az egyik, a testvérét elveszítő tinédzsernek a biztosító társaság szakértője. Először is, normális egyébként az, hogy ilyen kérdést tesznek fel egy áldozat hozzátartozójának? Hát ez mindig ugye az orvos szakértő dönti el, hogy ugye magának a vizsgálatnak a kereteit azt miben is hogyan határozza meg. Vannak általános tesztek ugye egy ilyen beszélgetés során, és nyilvánvalóan ez egy irányított beszélgetés. Ez mindig az orvos szakértő dönti el. Tehát, hogy a konkrét esetben ez normálisnak minősíthető, én azt gondolom, hogy egyébként nem feltétlenül, hiszen ugye azért ezt tudjuk, hogy egy kiemelten súlyos és nemzeti tragédia volt. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb empátiával kell ezt megközelíteni, mint akár egy másik esetet. De jellemző sajnos igen, hogy a biztosítók részéről az általuk felkért orvos szakértők ilyen irányú kérdéseket is feltehetnek. Ugye az előzmény az volt, hogy a biztosító először egy pszichológiai szakvéleményt kért, és akkor utána jött ez az elmeorvosi szakvélemény, de amikor ilyen egyértelmű esetről van szó, egyáltalán ezekre mi szükség van? Azért van szükség rá, mert ilyen esetben ugye a károsultak egy sérelemdíj iránti igényt terjesztenek elő a biztosító felé. Az természetesen nem vitás, hogy minden károsultat, illetőleg a hozzátartozókat sérelemdíj megillet, azonban az, hogy ennek mennyi a mértéke, azt mindig egyedi körülmények mérlegelésével állapítja meg a biztosító. Nem mindegy, hogy egy károsult hozzátartozója hogyan dolgozza föl az adott tragédiát, tehát egy gyászreakció az természetesen mindenkinél van. De előfordulhat, hogy valakinél depresszió alakul ki, poszttraumás stresszavar, vagy bármely olyan állapot tulajdonképpen, ami nem nevezhető normálisnak, akár gyógyszereket szed, és ennek a megítéléséhez viszont valóban ugye egy többlet szakértelem szükséges, erre van az orvos szakértő. Ezek azok a bizonyos nem vagyoni kártérítési összegek, ugye? Igen, ez sérelemdíjnak nevezünk most már az új PTK alapján. Ennek tengeren túlon óriási nagy jelentősége van, nagyon sok tragédia apropóján szoktuk azt hallani, hogy akár több millió dolláros összeget követelnek. Magyarországon, vagy kérnek, Magyarországon hogy juthat el mondjuk egy biztosítótárság addig, hogy mondjuk ilyen kérdéseket feltesznek? Tehát, hogyha ön azt mondja, hogy az elmeorvosi szakértő kirendelése egy protokoll folyamatnak a része, akkor mondjuk egy ilyen kérdésnek a feltevése az egy erkölcsi-etikai kérdés csak? Hát Igen, én azt gondolom, hogy igen, illetve ezt mindig ugye az orvos szakértői tartalom keretében kell vizsgálni, tehát hogy az orvos szakértő etikusan járt-e, ez már nem a biztosító tulajdonképpen feladatköre. Igen, de a trauma, annál rosszabb tragédia nem érintheti szerintem az embert, hát, amikor valami közeli hozzátartozóját elveszíti. Ez így van, csak vannak fokozatok. Tehát ahogyan elmondtam, azért egy gyászreakció az normális, és minden esetben igen, van gyászreakció, de lehet, hogy valakinél ennél súlyosabb megbetegedés alakul ki, az viszont már a sérelemdíj mértékére is. Milyen irányban befolyásolja? Tehát mondjuk aki depressziós lesz, Értelemszerűen nagyobb sérelemdíjat fog kapni, mint az, akinél mondjuk egy normális gyászreakció van, és a balesete óta ugye azért egy éve. Tehát most már megítélhető, hogy kinél folyt le normális ütemben ez a gyászreakció, és ki az, aki esetlegesen küzd. Annyira szubjektív kérdésekről beszélünk, hogy egy gyászreakción kinél milyen normális. Igen, csak a biztosítónál, aki ott ül ügyintéző, és elbírálja ezeket a kártérítési igényeket, nem ő fog ebben dönteni, hanem ezért vannak be orvos szakértőt, hogy ő ítélje meg, hogy egyébként kinél van normális ütemben, és kinél az, aki mondjuk tényleg egy súlyos depresszióval küzd. És mondjuk az a tanár, akivel mondjuk én is beszélgettem, aki hát gyakorlatilag végignézte, hogy a gyerekei meghaltak, miközben kimenekített mást, ő hogy hasonlítható össze mondjuk valakivel, aki otthon kapta a hírt, szóval, hogy ezeket hogy lehet megítélni? Ez rendkívül szubjektív, azt kell, hogy mondjam.
ezért mondtam azt, hogy mindig egyedi körülményeket kell mérlegelni, tehát nyilván az, aki testközelből élte át ezt a tragédiát, én azt gondolom, hogy ott nyilvánvalóan egy magasabb sérelemdíj járhat, illetve ahogyan elmondtam, hogyha valaki tényleg netalántán a mai napig gyógyszereket szed, pszichológushoz jár, ott is értelemszerűen egy magasabb mértékű sérelemdíj iránti igény lehet megalapozott, de azért ne hasonlítsuk össze egyébként, ahogy elhangzott az Amerikában lévő sérelemdíjakkal, azok nyilvánvalóan jóval magasabb nagyságrendet képviselnek, mint itt Magyarországon, sajnos hozzáteszem. És mik az összegek itthon? Hát nyilvánvalóan én most ebben az esetben most konkrétumot nem tudok mondani. Általában egy hozzátartozó elvesztése nagyon nehéz így számszerűsíteni, de sajnos nagyon alacsony, tehát én azt tudom mondani, hogy ilyen 3-4 millió forint. Ez, és hogyha ön már azt mondja, tudja, hogy ez nagyon alacsony, 3-4 millió forint, megint csak visszakanyarodok ahhoz, az alapvető kérdéshez, hogy ezt hétköznapi értelembe véve teszem fel ezt a kérdést. Igen. Tényleg sajnálná kifizetni a biztosító társaság? Tehát neki az fáj, hogy, és ezt kérdezi, hogy egyébként mire költeni. Egyébként miköze van ehhez egy biztosítási cégnek? Azt gondolom, hogy semmi, tehát ez a kérdés, ez valóban szerintem etikailag megkérdőjelezhető, tehát ez a saját személyes véleményem. Nyilván ezt az orvos szakértőtől kellene megkérdezni, hogy egyébként etikailag miért tette fel ezt a kérdést, illetve ebben az esetben valóban én azt gondolom, hogy egy sokkal gyorsabb eljárásnak kellett volna lezajlania egyébként, mint egy normális ütemben. Ön például a praxisa során találkozott, vagy dolgozott olyan ügyön, ahol mondjuk az ügyfele valakit elveszített, tehát valamilyen tragédia történt? Hogy ne. Hát azért elég sok közlekedési baleset van, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igen súlyos számban fordulnak elő ilyen esetek, ahol akár hozzátartozó elvesztése, vagy akár a sérült, ugye egy maradandó testi fogyatékosságot szemben. És hadd kérdezzem azt meg, hogy ilyenkor például egy hozzátartozónak van lehetősége arra, hogy azt mondja, hogy bocsánat, nekem akkora a fájdalmam, én annyira össze vagyok törve, hogy én nem tudok, nem vagyok képes válaszolni egy elmeorvos által összeállított kérdés arra. Természetesen lehetséges, ez minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul egyébként, tehát nem kötelező részt venni ezen az elmeorvos szakértői vizsgálaton. Más kérdés, hogy akkor vajon a sérelemdíj mértékét az hogyan fogja meghatározni a biztosító, tehát biztos vagyok benne, hogy egy alacsonyabb összegben fogja meghatározni, mint hogyha esetlegesen beleegyeznék ebbe az elmeorvos szakértői vizsgálatba, és valóban beigazolódik, hát hogy itt azért problémák vannak a mai napig. Tehát, ez nagyon szomorú. Igen. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, mindezeket elmondta. Köszönöm szépen.